Nehéz ez! Gyönyörűséges reggelt kívánok mindenkinek! Megpróbáltam itt tartani a kutyát, de jelenleg csak a seggét láthatjátok. Mert nagyon szeretne lemenni, mert Júlcsi közben reggelizik. Eli, köszönj szépen és aztán esküszöm, mehetsz! És én a macskát utána. próbáltam meg idehozni beköszönésre, de túl korán próbálkoztam ezért, mert keresztbe karmolt háromszor. Hát no, én látom magamat! Menjen kunyerelni anyádhoz! Menjen. <laughs> Fogyatékos kutya! Sztár vendégek vannak, macskák és kutyák! A következő műsorunkat cica és kutya barátoknak ajánljuk! Hogy hívták ezt a csajt? Valaki, mondja meg nekem most, hogy hogy hívták ezt a csajt. Milyen csajt? Nem emlékszel erre? Ez valami, várjál, várjál, várjál. A Anetka. Anetka TV, Anetka, po, Anetka valami. Jezus. És abban uh, volt egy ilyen műsorvezető képzéses dolog, és... Uh, lexike! Basz meg Timi, mekkora vagy? Lexike! Ne, ez nincsen meg neked, Lexike? Nincs. Úristen, a, hogy... a megvan. Úristen, hogy bearanyozom most a reggeleteket, gyerekek. Úristen. Na, no, várjál, várjál. Na, no, várjál, várjál. Várjál, várjál. Közben jött egy kérdés. Dév, hogy lehet ennyire kipihent? Nem ehhez vagyok hozzászokva. A, nem tudom. jogos, pedig jogos. Fél háromkor feküdtem. Lexike, lexike, vagy simán így, lexi, lexike, cica. Nem, az cici. Oh, itt van! Itt van! Várjál, Lexi. Eee, nézzük így, hogy Lexike. A... Ez az egy, amit megtalál? Nagyon jó, hát Na jó, várj, közben én rá itt, mert én azt nem látom. markába <laughs> az ajándékát. Mindenképpen. Lexiken. Azt hiszem itt lesz. Ez a kérdésünk cica és kutya barátoknak szól. Amíg Tommy meg nem érkezik, addig... Jó Istenem! Jó Istenem, mennyire hibátlan ez! Imádom! Cica és kutya barátoknak szól. Úristen! Tényleg. Ez jó reggelt, jó reggelt mindenkinek! A, bocsánat, hogy ezzel kellett, ezzel kellett indítani, sajnos ez ez egy, ez egy ilyen. De e, a, nem tudom miért, amikor gyerekek, amikor még fiatal volt az internet, akkor ezek CD-lemezeken mentek körbe. Igen, valószínűleg az idősebb generációnak nem kell bemutatni lexikét, mert uh, amikor még nem voltak mémek, akkor ez volt a mém. De te nagyon fiatal Én nem vagy. tudom, hogy miért nem ismerem, pedig mi még floppy lemezen is cseréltünk dolgokat. Bizony, főleg Mortal kombat és pornót, meg, uh, ja, meg, Pornó. meg, meg Heroes három mapokat. Azt, igen, azt, illetve azt a Dollinak hívták, azt a programot, amit, hogyha elindítottál, akkor így a kijelződön megjelent egy picike bárány, és akkor őt lehetett így húzogatni, és a lényeg, hogy folyamatosan mászkált a kijelződőn. A... E, azt hiszem, a helyett volt nekem a pornó. Bocsánat. A... Aha, lehet. A, valószínűleg, hogy micsoda? dicsike, di dicike, mi? Hogy hívták? Mit? Na azt a... Hogy hívták a bárányodat? Dolly Dolly the sheep A uh, Dolly the sheep windows? Aha Vagyis hát valami ilyesmi Nem találom jó reggelt! Fú, mennyien vagytok! Laci, Pikachu, Daniel, Kusuki, Santoro, a uh, Szabó, Mautix, Daniel, azt hiszem, ezt már mondtam, Dávid! Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek! Ó, oh, meg Patex! Sziasztok! Remélem, hogy mindenkinek jól tellik a reggele, jöhetnek a bögrék. Jöhetnek a bögrék. Az enyém meg van töltve kávéval, és bár csak azt mondhatnám, Na, hogy tenne. az elsővel. Hogy ami Meg van töltve a bögrém kávéval, és bárcsak azt mondhatnám, hogy az első kávém ez a mai nap, de valójában már a oh. második. Nekem az első, de annyira oda koncentráltam, hogy legutóbb, mikor itt voltam, meg az előtti alkalommal is, így reggel, mire végeztünk, annyira halálosan éhes voltam, hogy most figyeltem, Igen. hogy reggelizzek, és annyira oda koncentráltam, hogy kész legyen a reggelim, és megegyem időben a reggelit, hogy elfelejtettem a kávét, úgyhogy most rohantam ki <laughs> Én úgy szeretem ezeket a reggeli dolgokat, hogy, hogy én nem reggelizem előtte, hanem ez az egyetlen dolog, amiért így, jó, akkor most lelövöm, mert már nagyon éhes vagyok. Mert hogy... Ugye, Nincs semmi end time, hanem így addig beszélgetünk, ameddig nem, nem leszek nagyon éhes. Jaj Ship the screen mate. Ship uh, the screen mate. Ship the screen mate. Vagy screensaver. Aha! Ja, hogy ne lenne ez meg? Hogy ne lenne ez meg? Hát ez az. Hát én nem tudtam, hogy mennyire hiányzik a Windows hang az életemből. Látok valamit a streamnek a kijelzésén. Igen, véletlenül lemutatlak. Oh. Odon! Igen. Hajtás, micsoda ez a legjobb videó a földön. És lépottyan. De nem lesz baj, neki! De... Így... <laughs> ja, most leverik az egész csatornát, emiatt. <laughs> Breszkol lecserélte a nevét. Ígértem, hogy lecserélem a Rilt, Rilt, mert elírtad. Sikeres névváltoztató műtés során ezt sikerült kitalálnom, sajnálom. Szerintem a Breszkol az nagyon jó. Kicsit úgy hangzik, mint egy szexuális segédeszköz, de én abszolút adom egyébként. A Bressz az valami anyag, de nem nem tudom, hogy micsoda. Valamilyen anyag? Réz vagy... Király nem vagy nem. egyébként a Rézzel, mert simán lehet. Én tudom, hogy melyik videó a legjobb a Földön. Tudom, hogy melyik, igen. Tegnap klipet. ki. Rész. Nagyon örülök. Ó, valaki kérdezte, hogy hogyan is áll a szárnyas vok emót. Na már most, az a jó ebben a csatornában. Hát halljam a, a A sztori végtelenül egyszerű, az történt, hogy nagyon kicsi az én uh, tűzhelyem, és a kicsi tűzhely miatt, amikor négy dolgot akarsz egyszerre csinálni rajta, akkor az olyan uh, edények, amiknek nem feltétlenül ilyen nagyon exakt az alja, azok uh, meg-megcsúsznak rajta. És uh, így történt uh -huh. ez tegnap egy vokkal. És a csirke, amit abban készítettem, az egy az egyben beleesett, az egyébként a videó időszakára kukának használt, Dobozba. Úgyhogy uh, arra gondoltam, hogy én azt már nem fogom megmenteni, hanem uh, vegán, vegán buritó. <laughs> Lehet. De azt hiszem, hogy figyeljetek, az van, hogyha csináltam volna egy sima burítót, és minden tökéletesen működik, és uh, kitálalom, és mindenkinek tetszik, akkor ezt a streamet így mindenki elfelejtette volna egy hét alatt. Na de így. A közhipatex mindenképpen szeretném, A megmentett hogyha... vok. A megmentett vok, megnézzem. de hogy nincsen megmentve feltétlenül az a vok. A vok a földre eséstől meg lett mentve, viszont... Wow, wow, wow! A hús volt benne? A hús volt benne, szerencsére, mert oh! hogyha nem a hús lett volna, akkor... Akkor jócs lehet, Még hogy Oh! Parancsot kéne készíteni hozzám. Olyannyira, hogy nekünk van egy csodálatos Lilium Gábor nevű barátunk, aki egyébként az emótjainknak a nagy részét rajzolta is. Például a csodálatos Galambot, amiben ugye mindannyian szerelmesek vagytok, meg a Sexy Dave-et. A FVG Sexy. Ezt a Sexy Dave-et is ő rajzolta. Úgyhogy. És természetesen ő az, aki így megihletődik a streamjeinktől, és ez a fajta ihlet, ez egy ilyen végtelen tehetséggel találkozik. Úgyhogy természetesen nem kellett, hogy 12 óra elteljen, hogy elkészüljön ez. Nagyon király. És mik voltak még az ilyen másik aranypillanatok? A, ez volt igazából a definitív aranypillanata ennek a streamnek, azt kell, hogy mondjam. És uh... De egyébként az egész vicces volt, tehát az egész tök jól jött Ezt Nagyon izgultam. Nem tudom, hogy miért, mert a főzés az az, az, az a ritka dolgok egyike, amiben nagyon konfident vagyok, hogy tudom csinálni, és jól tudom csinálni. De ettől függetlenül valahogy a... Hát, hogy is mondjam? Valahogy ez nem sikerült annyira jól. De emlékezetes volt. Az egész biztos, hogy emlékezetes volt, és én úgy láttam az embereken, hogy... Tetszett nekik. Úgyhogy ebből lesz több. Milyen hosszú volt végül? A, másfél-két óra volt igazából. Tehát hogy nem, volt, nem volt olyan nagyon hosszú. Oh, annyi idő alatt megcsináltál egy burítót? Szerintem más, másfél óra volt, de ami nagyon fontos tanulsága volt ennek, Viki, az az, hogy elő kell készülni sokkal jobban tényleg? Aha. Én csodálkoztam, amikor elkezdted pucolni a hagymát, mondom, hát ez sokáig fog tartani. <laughs> nem, nem, ezek, meg a, a az egy nagyon egyszerű étel egyébként, tehát hogyha most azt mondtam volna, hogy akkor csak tofus burító van, akkor mindaz a vicc, amit ebbe beleraktunk, az nem lett volna. <laughs> Jaj. A... Linux Mind éppen diétázik, és úgy nézte végig, hogy 1500 kalória lötyögött Nagyon sajnálom, uh, szegény. Én közben éppen a páros előtt csomagolt gofrit ettem. Igen? Uh -huh. a... Úgyhogy Nagyon boldog voltam. Ez volt az egyik fő főindok, amiért bezártam igazából. <laughs> a, ugye megbeszéltük egyébként, hogy így ilyen videós barátokkal, hogy minden hétfőn összejövünk, és együtt reggelizünk. És ez egy ilyen standing invitation. Mindenkinek kiválasztunk helyet, és akkor mindig ott reggelizünk, hétfő reggelente. Na, ennek csináltunk egy Facebook csoportot, de még nem történt ez meg. Pont akartam kérdezni, hogy azt hiszem én a most hétfő előtt már be se az üzenetet, hogy ez a rendezvénysorozat mikor kezdődik. Tudom. Tudom, 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 tudom. És ö, nagyon remélem, hogy hamar, Vikikén, mert én nagyon akarom. <laughs> nagyon akarom ezt, és arra gondoltam, hogy kickstartoljuk ezt az egészet. Lehetséges, hogy azt kellene, hogy az első nálunk van, és én főzök nektek reggelit. Hát, nekem az is jó. Ennél nagyobb lelkesedést vártam. Mérlegeltem, hogy akkor messzebbre kell. Ja, hogy ki mennem. kell jönnöd ide a picsába, igen. Igen, igen. Jó van, de tosztádát csinálok neked. Mit? Tosztádát. Olyan, mint egy reggeli pizza. Egy uh, tortillán van uh, ilyen oregánós paradicsomszósz, valamiféle hús, zöldségek általában ilyen a kukorica, a paprika, a paradicsom, és rajta pedig sajt, és ez rá van olvasztva, és a tetejére pedig csinálok neked olyan tojást, amit szeretsz. Lehet scrambled eggel, lehet tükörtojással, lehet bugyantott tojással, attól függ, hogy mennyire vagy bolond. Tükörtojással. Hogy eszed a tükörtojást? Mármint. Hát, hogy hogy szereted? A sunny side up, over easy, Sunny Side Up. Én az csak az over Én csak a, így megbököm, és így... Ó, oh, Dávid, nagyon köszönöm. A Dávid azt írja, hogy a tosztáda náluk egy snaspiritós, sna spiritós, és ezentúl így fogom hívni. Egyébként, hogyha tényleg sikeres lesz ez a stream, akkor mostantól, akkor mostantól elkezdem írni ezeket a recepteket és csinálunk egy izét, csinálunk egy uh, szakácskönyvet, amiben ilyen kaják lesznek, hogy lustakolszló, meg snaspiritós, meg repülő meg ilyesmi. Jaj. Jaj. Úgyhogy megcsináljuk majd a, a, a uh, Donétöt. Mit? A donétet. Ja, Nem donétet, bocsánat, emótot, kurva életbe Aha. Szárnyas fog donét. Hát az kelleni fog. Food with Geeks. Meglátjuk, hogy mi lesz a neve. A hirtelen felindulásomban a Főzél Dávcival volt a, a, streamnek a címét. Címe. Mi bajom van? Mi bajom van? Eltűntek a ragok a fejemből. Mm. A, mikor lesz DND? Ö... jövő hét pénteken folytatjuk ezt a kalandot. Ugye azt megbeszéltük Viktorékkal, hogy ugye minden héten pénteken senki nem ér rá. Viszont, vagyis hogy az így sok mindenkinek rajtam kívül. Viszont azt tudnánk csinálni, hogy minden második héten játszunk, és ez Vikinek is jó, meg Viktornak is, meg Kacinak is, és uh, még beleférünk uh, Hunter meglehetősen sűrű uh, Dungeon Master uh, naptárába is. Úgyhogy... Uh, egy csomó mindent, Hunter, amit el sem olvastam. A... Mert tudom, hogy megint valószínűleg több órányi munkát vart a nyakamba. Nem vart nagyon sok munkát a nyakadba, azon kívül, hogy szintet fogunk lépni a következő streamben. Úgyhogy a következő stream elején, és neked választanod kell spelleket. Na, hát erről beszélek. A... Amit még nem mondtam, hogy ugye most csinálom meg a csatornapontokat. És a csatorna pontokból lehet majd gyógyítani a DND karaktereinket. Szóval egy D4 damage-et tudsz felgyógyulni, illetve neked majd adhatnak spell slotot. Meg nyilván megfelelő mennyiségű pontért lehet kritikát adni. Jó, de ezek mennyi pont? Illetve nat egyet. A, a gyógyítás az nem lesz olyan sok, az ilyen 1500 környékén lesz, de hogy azért, hogy azért legyen ára, a kritikál, meg a, meg a nat egy, az ilyen 10.000 környékén lesz. Várj, a, a... kárt már begyűjtöttél? Ja, lefagytam, lefagytam, de meg vagyok. A, a gyógyítás ilyen 1000-1500 pont, akkor mi az, hogy egy D6-tal kell dobni? és. Egy annyi... D4-jel. D4 egy d 4 Aha, egy D4 aha. Ö, plusz ö, azt hiszem kettő nálad? Valami ilyesmi. Pontok, dávcikán pontok. Sok, az sok lehet, mert mintha nektek hány életeitek vannak? Uh, nem, annyi, uh, nem, annyira sok. Azt hiszem, hogy uh, én 10 HP maxon indulok, és most kapok kettőt, vagy hármat. Ja, jó, mert nekem 8 HP van. 24 Tehát... ezer pontja van valakinek, meg 20 ezer. Jó, de ti mondjuk itt vagytok uh, ét úgyhogy uh, az nem is baj, hogy nektek lesz egy not egyetek, amit az első lehetséges alkalommal. Legendary Action Official! I love you guys so much. Thanks for tuning in. Uh, probably you don't understand shit from what we are talking about, and uh, that's that's just fine, I guess. I can't fail, I can't wait for your next stream. I make sure I raid you if you do go online. A Legendary Action Official az az én kedvenc D&D csatornám, akikre így most találtam rá, és elképesztő aranyosak. Berédeltük őket a legutóbbi alkalommal, mert majdnem elmaradt a reggeli stream, annyira élveztem az övéket. <laughs> <laughs> úgyhogy utána berédeltük őket, és annyira cukik voltak imádom őket Ó, rájuk is kattintok kattintsatok, szóval, nézzetek át éthetek. egész nyugodtan mert nekem. nagyon aranyosak. igen, be is követem, vagy megállítom ne legyen hangja, ne legyen hangja jó szóval nekem 7800 pontom van de csak azért, mert amikor szemelünk, akkor itt nézem a csetet. szóval ez egy ja. kicsit OP dolog, de... M a, belőjük majd a pontokat, hogy, hogy igazságos legyen. Nyilván nat egyet, meg kritet azért nem feltétlenül adnék nagyon olcsón, mert hogy az ilyen nagyon komoly befolyással lehet a játékra. Úgyhogy uh -huh. azért annak egy ilyen ritka esetnek kell, hogy, hogy legyen. Fél szerintem azt érdemes kiszámolni, hogy egy DD session alatt hány pontot tud valaki gyűjteni. A, utána nézek majd, hogy hogyan jönnek, uh, hogyan jönnek a pontok, mert uh, ebbe se vagyok, uh, vagyok teljesen biztos. De me megnézem majd. mert... mert valakinek kelljen mondjuk legalább három sessiont végignézni ahhoz, hogy legyen annyi pontja, hogy Hát, hogy ennyire meaningfully bele tudjon adni. szólni, ahhoz, ahhoz, kell. Nagyon köszönöm a követéseket, gyermekek. Remélem, hogy tetszeni fog ez a csatorna. Na, az történt tegnap. Erről jutott gyógyítás eszembe. Gyógyítás is több legyen. Igen, igazad van. Mondjad, mondjad, mondjad. Igen, igen. Azért mondom, már, hogy nekem 8 hp van, akkor hogyha érted, arra dobok négyet, meg még kapok rá plusz kettőt, akkor Hatot visszatöltöttem a nyolc életemből. Tehát a családjogi állapotban meg lehet menteni. Ez, uh, ez így van. De hogyha pihensz, tehát hogy egy rövid brékkel is kapsz uh, egy D4-et. Legalább. Aha. Kaci, meg Viktor, meg többet is. Uh -huh. mm. A lényeg, hogy legyen drágább, ne, ne szólhasson bele minden jött-ment. Persze, persze, persze. Drága lesz, drága lesz. 1 HP 10K. Hát, én amondó vagyok, hogy inkább az legyen, hogy, hogy D4-en lehessen, lehessen kidobni, de akkor legyen, legyen drágább. 5K alá nem Aha. menjünk semmivel. Igen, ezt, 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 mindenképpen meg akartam beszélni veletek is egyébként, mert ti látjátok azt, hogy hogyan jön a pont, mert nálam, nálam infinit pont van, úgyhogy én, én ezt nem látom. És nem láttam egyébként semmiféle ilyen a semmilyen beállítási lehetőséget, tehát hogy én csak azt tudom, megvannak ugye ezek az alapdolgok, hogy módosíthatsz emótot, meg, meg highlightolhatod a message-et, meg mit tudom én, meg unlockolhatsz emótokat, a, a, nem tudom, hogy ideiglenesen vagy örökre, ez, ez, ez nincsen meg, de hogy nincs olyan, hogy, hogy, hogy gyorsíthatod a pontszerzést, hanem ez egy ilyen automatikus rendszer. Ne szórjátok a kvontokat, kell majd dnd Kell. <laughs> 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 most szórtam el erre 380 Igen. 380-at. Igen, szóval azért mondom, nekem úgy van most már csak 7400, hogy küldtem kb. 5 darab highlighted message-et, és egyébként mindig itt vagyok, mikor streamelünk, meg néha, akkor is, ha nem. De csak nagyon néha. A múltkor, ha... amikor nem is tudom, mit streameltetek, de csak azért hagytam megnyitva, hogy gyűjjenek a pontjaim. De nézd meg, hogy de mennyire pazarló emberek nem. vannak. GoFree minusz 380 bejött. <laughs> 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 Tehát, ennyi, olcsó a pont. Olcsó a pont, olcsó a highlight. Tízezer lesz a highlight. A Csabám életem nagyon-nagyon szépen Kösz, köszönöm, hogy, hogy feliratkoztál. És mondanám, hogy üdv a családban, de a, majdnem, hogy az egész életem a kezedben van már így is, és te, te tudod, hogy miért. Mi történt tegnap Vikivel? Félbe maradt a sztori. Igen, igen. Na, az történt, hogy nagyon pró voltam, mert streameltem, és meg tudtam azt oldani, hogy halljam a játék hangját ami még mindig eltolva történt, úgyhogy ezen még dolgoznom kell, de tudom, hogy hogyan. Viszont megcsináltam, ugye a tök király alert boxokat is kiválasztottam, a tök jó kis gifelt, ami megy, meg hangot, hogy kírja, hogyha valaki bekövet vagy donétel, és és nem volt hangja az alert boxnak. Nem volt hangja? A, nem volt hangja. Az alert boxnak a hangja az Windows hangként utazik, úgyhogy ha a Windows ah. hangod az le van némítve, akkor az alertnek nincsen hangja. Á, ah, jó, jó köszönöm. Azt tudod csinálni. De, de fogok olyat csinálni, hogy, hogy van, van, egy játék, amit nem is tudom, valaki twitter hívta fel a figyelmemet, ami macskás. Szurpráj, szurpráj. <laughs> surprise, és surprise. surprise, akarok, akarok, csinálni hozzá Donate Gold, hogyha az bejön, akkor azt meglesz, és azt fogom streamelni. Ilyet Iminél láttam, hogy, hogy szokott ilyen gólokat csinálni, és akkor az ilyen tök vicces. Igen. Hogy ott megy a csík, meg minden. Én a... ezeket a dolgokat most fedezem fel, és teljesen odáig vagyok, hogy <laughs> hát, hú, lehet mi állni? Hát ez csak vicces. Jaj, de mi is kegyetek, Annyira szeretem, ahogy Viki rácsodálkozik a technika csodájára. Ugye ugyanazt a, a Streamlabs obs t használ ő is, és ugye, hogyha lekattintod a klis, kis pluszját a szorszoknál, akkor ott így mindent be tudsz állítani. Donation tickert. Kredicet szponzorban tehát hogy így minden készen van, ez egy ilyen kicsit olyan, mint egy iOS streamereknek, hogy így minden, minden nagyon kéznél van, és ugye mindent egy rendszer kezel. Not sponsored whatsoever. Lootmode.com-nak nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Jó reggelt, srácok, szívesen lennék a szponzorotok. Ez nem tudom, mit jelent. De valószínűleg te egy oldal vagy. Lootmode.com ez hol történt? ez el, egy, el ez szóval? egy donation, donation volt. Ha uh, minden... <laughs> közben, Patex, majd én gyűjtögetem a pontokat, és tartunk egy szavazást, hogy kitöljünk meg. Ha. <gül> <gül> Ó, ez egy nyeremé, okay. ez egy ilyen szerencsejátékos dolog, srác. Én, uh, én ilyen, én, Megmondom őszintén, hogy én nem szeretem a szerencsejátékokat. A, egyébként is meglehetősen meg ilyen, hogy hívják ezt? Tehát, hogy függőségre hajlamos személyiség vagyok, és nekem szerencsére a szerencsejáték soha nem akad be, úgyhogy én nem nem kifejezetten szeretem őket. Mert szerintem szerencsejátékot igazából csak olyan, ember, olyan cégek, meg emberek csinálnak, akik biztosak benne, hogy jobban fognak járni, mint azok, akik játszanak. Úgyhogy úgy, 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 én nem, nem vagyok ezen rajta ennyire, rajta nagyon szépen köszönöm a, a donation, de a játék az engem nem érdekel annyira. Sőt, én egyedül egyáltalán. én a, a kaparó jegyeket szeretem. A... Mármint, hogy ilyen fél évente egyszer de lehet, hogy csak évente egyszer. És annyira kivagyok tőle, mert hogy én az élményt szeretem benne, hogy lekaparom, és akkor izgulok. És amikor volt, hogy bementem a postára, és odállt a lottózóhoz egy bácsi, és akkor kért tíz darab kaparós sörséget, és mondta, hogy mindet azonnal csippantsák le. Én meg így, ember, a kaparós... Kimaradsz az a, a fámból? Csak nekik a... tehát, hogy csak így dobálta a kukába a pénzt. Az, ami nekem nagyon beakadt, a, amikor még ö, postán fizettem a csekkeket, a számlákat, mint az állatok, mert nem voltak hajlandóak online kiküldeni, akkor ö, ilyen két-három havonta egyszer vettünk egyet Júlcsival, abból a, abból a piramisos, nem tudom, hogy mi a neve. Fáraó. Igen, fáraó, fáraó vala, igen. Valamilyen fáraó, mindegy. És ö, azt ugye nagyon sokáig lehet kaparni és iszonyatosan élveztük, és azon nyertünk is egyszer 5000 forintot, amivel már csak nagyon vagyunk Azt, minuszban. A... Köszönöm szépen az újabb Donátet. Jaj, kérlek, ingyen ne reklámoz, egyébként nem szerencséjáték, csak ingyen adok egy rakás cuccot egy nagy cég neve alatt, mint Mr. Beast. Szerintem az ilyen Tehát a jellegű e-mail. Jó, e Igen, a, tehát, hogy ez, ez ö, értem, és ö, én is dolgoztam sokáig ö, marketingben, értem, hogy mi történik, közcsike, viszont ö, tényleg jobban örülnék, hogy ha az elérhetőségeim egyikén küldenél mondjuk egy e-mailt erről, és ö, akkor ezt meg tudjuk beszélni, sem. Fáraó kincse, Slytherin, nagyon király vagy, köszönöm. Fáraó kincse. A... Ma live lesz, vagy felvétel lesz imivel? Live lesz imivel. Nem is Lehet, akármilyen live is lesz live. imivel. Mert. Imi is live, meg te is live. Bizony. Ma délután három óra környékén. Banner csere, nem érdekel? Jaj, te korombeli vagy. A, szóval ö, ma délután háromtól fogunk majd, fogunk majd streamelni. Társas játék lesz, redesul Epic Proportions társas játék lesz, és nem csak Imi jön, hanem Aza. Úgyhogy négyen fogunk játszani, ugye most át fog jönni Kaci is, tudom, hogy hiányoljátok ebből az egészből, de most ő is nagyon elfoglalt. A, úgyhogy, úgyhogy háromtól érdemes betúnolni ide ügyesen. Este sajnos nem érek rá, úgyhogy a késő esti, késő esti videójátékos kontent az sajnos elmarad. Viszont viszont társas lesz, hogy két-három órát biztos játszani fogunk. Imivel egy közös főző stream. Megmondom őszintén, hogy nekem ez koncepció, hogy meghívnám vikiti is hogy főzünk ah. valamit együtt, meg uh, Viktorral már megbeszéltük, hogy ő mindenképpen jön, és megtanítom valami, valami olyanra, ami számára magic, de valójában nagyon egyszerű. Imi meg megtanít engem valamire. Itt két nagyon rossz dolog is történt egyszerre. Az egyik az az, hogy valaki beírta a kommentbe, hogy nekem Viki a kedvenc antihősöm. Amit még így el is fogadtam volna, hogyha közben felfüljön, nem azt hallom, hogy te megtanítasz valamire ami számomra csoda, de amúgy meg tök egyszerű. Az Viktor, az Viktor. Ja, az Viktor. Az hú, Viktor. Hú, jó, jó, hú, mert én azért tudok ezt-azt fűzni. Hogyan fogunk elférni? Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Valószínűleg, hogy mindent elő fogunk készíteni. A, mármint úgy hogy, úgy, hogy ne kelljen lesütni négy-öt dolgot párhuzamosan, hanem valami olyat csinálunk, amit mindenki megehet, és aki, amit mindenki szívesen, szívesen eszik, mert az, hogy kétféle dolgot csinálunk... Lecsó. Lecsó. <laughs> a lecsóból... Én a Júlcsi ugye ilyen vegetáriánusba hajló, vagy vegánba hajló vegetáriánus, ezért ő nem eszi a lecsóban azt a dolgot, amitől a lecsó igazán jó, és az a kolbász. Ó, én nem mindig teszek bele kolbászt. A kagyán a csávon viszont csak tojásra leszi. A is tojással leszi. Nem, bocsánat, Julcsi, várjál, mivel leszi a lecsót? Bolon teljesen. Rizsel! Rizsel leszi a lecsót. Jézusom. Pont most dobta fel a Facebook egyébként. A... Tudod így feldobja ilyen régi posztokat. Hogy 6 éve ez történt, meg 7 éve ez történt. És volt egy nagy. Egy nagy szavazásunk, az első, nem az első, de egy nagy vita, így a mártaháztartáson belül, hogy ki mivel eszi a spenótot. És a kérdés az volt, hogy a tojást azt alapvetőnek vettük. De mivel eszed a spenótot, főt krumplival vagy bundás kenyérrel? Mi a szar? Ne mondjál semmit, ne mondjál semmit, csinálom a szavazást. Mert uh, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy uh, ez most hogy fog alakulni. Uh, Főtt krumpli alatt azt... Főt... Azt érted, amikor Főt. krumpli nyomon keresztül ilyen kis reszelt krumpliba kinyomja? Nem. Hanem uh, ilyen kockára vágott uh, főt krumpli. A... Hogy, hogy hívják? Bundás kenyér? Vagy... Egyéb leírom. Jó, apply changes. És. Várj, és a főt, tojást vettétek alapnak? Nem, a tojást vettük alapnak. Tehát, hogy ez teljesen mindegy, hogy hogy ja. főt vagy, vagy tükör. Az a kérdés, Jó. hogy. Mivel eszed a spenótot, ki bundeskenyér vagy egyéb leírom, és annyit, vagy egy, vagy beírjátok a nevét annak, amivel szavazni akartok, vagy 1, 2, 3, vagy ABC. Ez, Ezek a lehetőségek. Mert erre én iszonyatosan kanál. Szantoró, jobb vagy tennél. Te Hüha, nagyon sok az egyéb. Hogy? Jó, az egyéb leírom. Sima kenyér. Magában. Ha nem szeretem is egyéb, ugye? Nem. Azt nem, ezt én nem hiszem el. Tészta! Ha? Ki a francesi bundás kenyérrel? A, le, a, a spenótok a lényege a bundás kenyér. Én furra nem értem, miről beszéltek. Aha, várjál. Soha nem bundás kenyérrel. A sült tökre értem. A sima kenyeret annyira nem, de hogy a főt krumpli 16... Baba! Baba! Főt krumplival eszi a, az 50%-a az embereknek a spenótot. Miért eszem bundás kenyérrel? Mert bundás kenyérrel finomos penót, azért eszem. Úristen, végig gondoltam, hogy tudok-e bundás csinálni, és van itthon hozzá minden hozzávaló, hogy ezek után bundás fogok csinálni. De én a főt krumplit ismerem, és soha életemben nem hallottam erről a bundás bizniszről, és nagyon furán hangzik. Jó, a gyerekek, hát az, a, az összes hitem elveszett. Ö, fő, én most már nem, nem tudom, hogy mit higgyek erről a világról. És a... egy másik nagyon fontos kérdés, amit egyszer lepörgettem Twitteren, és teljesen kiakadtam rajta, sőt Instán is, hogy ki mivel leszi a bundáskenyeret. És vannak, akik nem tejföllel. Tejföllel és sajtal kell lenni a bundáskenyeret. Köszönöm, de hogy voltak olyanok, akik, akik mondjuk írták a ketchupot. Meg voltak, akik írták a lekvárt. Hogy, hogy micsodát. Volt. Azok az, egyébként ha, ugyanazok ha, jó azok az emberek, akik a túrós csúszára békönt és porcukrot raknak. Ezek biztos, hogy ugyanazok nem, az, az emberek. Nem, békönt és kristálycukrot jó. Én mindenre inkább kristálycukrot rakok, és porcukrot. <laughs> a mojito írja, hogy fo és fokhagyma ha még fokhagymát is raksz rá, akkor az igazából egy ilyen társadalmilag elfogadott reggeli lángos. És uh, a bundás kenyér. <laughs> és az az egy, tehát, hogy az, amikor nincs pofád lángos tenni reggelire, de úgy csinálsz, mintha. Nekem, a, én nagyon szeretem a turós csúszát, de mivel, hogy én tejfehér érzékeny vagyok, mint ez kiderült egy két éve, ezért én, nekem kimarad a tejföl, kimarad a sajt, kimarad a tejszín, úgyhogy nekem a bundás kenyér az igazából kenyér jelenleg. Bár az aldis vegán tejföl, az kurva jó. Várj, és a, és a, túró? Hát a túró is. A, a túró is. A ja, Egyébként mondtam már a, a múltkor, nem is tudom kiknek is, hogy, a, hogy minden, Imáldom szinte a minden boltban lehet kapni friss fölt, ami, ami kamutájföl. A kamutájföl, de ugyanúgy van benne, de van de benne tejfehérje. Igen, mert hogy az növény alakú. Én azt hiszem, hogy abban is van. De az aldis tejföl az kurva jó, úgyhogy az, az egy ilyen igazi tejföl pótló. És uh, meg vannak ugye most már ilyen, ilyen olyan növényi sajtok, amik, amik, nem borzalmasak. Ez a Violife, ez, 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 kibaszott jó, csak van rajta egy ilyen háromszoros szorzó a, a normál sajthoz képest. Fodt, ezt kérdezni. A múltkor elmentem, elmentem a boltba, és a, valami miatt a mi ilyen kisboltunkban is lehet kapni ilyen Violife dolgot, és ilyen egészen árban volt. Tehát, hogy egy ilyen bioboltba vesszük, ilyen ezer-egy környékén van. És tök árban volt, úgyhogy így elkezdtem onnan venni, mert hogy nagyjából ugyanannyi volt. És múltkor, múltkor bementem, és vettem három félét, és valaki ezt, azt hiszem ráébredt, hogy ez egy jó biznisz. Úgyhogy most már 1008 a 250 grammos os Violife sajt. Úgyhogy ott mondtam, hogy ez, ez esetben akkor ti le is szobhattok, ha gondoljátok. Nem is értem. A lecsóra visszatérve van Vega kolbász, ami nagyon finom. Igen, a azt hiszem az árkádban van az a, az a bioüzlet, ahol, ahol szoktam vásárolni, és ott van ilyen gabonakolbász, ami ami tényleg fasza hm. nem lehet uh, ilyen korikára vágni, mert egy ilyen műbélben van, és itt széthullik. Teljesen, de nem, nem rossz egyáltalán. Ilyen, ilyen fűszeres uh, gabonakolbásznak hívják, de semmi köze a kolbászhoz nyilván. Mert. Hm az ritkán vegán, hogyha bedarálsz egy állatot, és kezsüli uh, vissza visszatöltöd a saját belébe. Ah, oh, fú, és tényleg! Oh, nagyon szeretem! Na, no, igen! Én is nagyon szeretem a kolbászt, egészen addig, ameddig nem tudod, hogy, hogy hogyan készül, meg, meg így nem gondolsz bele nagyon. Tehát, hogy... tudod, tudod, mit szeretek még igazán? A hurkát. Egy jó véres vagy májas hurkát. Légy szíves, ezt valaki klippelje ki. A, egy jó véres vagy májas furkát. És ahogy mondtad, teljesen hibátlan. Ezeket kell kipipelni, nem amikor tönkreteszek egy félételt. A kolbász, a kurva jó, ez így van. De tényleg ne gondoljatok bele ezekbe az ételekbe, mert az abból csak a baj van. Például egy teljesen ártatlan rántott hús. Amikor elképzeled azt, hogy megfogod az aranyos kis csirkét, és ügyesen beleforgatod a saját gyerekeibe, majd kisütöd. Hm. Nem hangzik jól, valójában, hm. tehát, hogy... Uh, hogy is mondjam? Én a, egyébként a rántott húst, az disznóból az Most igaz, reggelizem, jó, ne csináljuk ezt! ú ezt most adjuk abba! Megvan, hova egy extrém után. Jól van. Örülök, hogy tudtunk segíteni. A YouTube csatornát. Ó, oh, igen, bocsánat. Ezt elfelejtem terjeszteni, tehát, hogy így megcsináltam. És elfelejtem terjeszteni, hogy van egy Twitch streames YouTube csatornánk. Jelenleg semmi nincs rajta. Ánisztitbe van kirakva az összes eddigi streamünk, de azt ugye még meg kell még meg kell, mi a csatorna meg neve? kell faszázni. A csatorna neve az, hogy Fanvid gig streamek. Arra gondoltam, hogy ezt nem fogom túl, uh, túl bonyolítani. Itt van, iratkozatok fel, nyugodtan. 51. Feliratkozó 51. feliratkozó. Tegnap előtt este megcsináltam, aztán bedobtam egy streambe, de, és tegnap még átraktam a videókat, unlisted -be, megcsináltam belőlük a highlightokat, de hogy még nem jutottam el odáig, hogy, hogy kitöltöm, meg csinálok ilyen, könnyen előállítható ö, kiemelt képeket, és akkor minden, ami, amit lesztrémelünk itt, azt fogjuk magunkat, és átrakjuk oda. Jó, ezt most muszáj megnéznem, ne haragudjatok. Nagyon szépen. A köszönöm, Patex. Tudod, tudod, mit szeretek még igazán? A Meg hurkát. akarom én azt nézni. Egy jó véres, vagy májas hurkát. Nem akarom megnézni. Jó... Tudod, mit szeretek még igazán? A hurkát. Egy jó véres vagy májas hurkát. Tudod, tudod mit szeretek még igazán? A tudom, hurkát. mit szeretsz, Viki, a Egy hurkát. Béres. <tudod>, tudod, tudod. Jaj! Jaj! Tudod, mit szeretnék? Azt, hogy az a össz... klipet csak így tovább küldhetem? A klipet nyugodtan tovább lehet küldeni. Donate hang. Nem, um, elküldtem egy bizonyos embernek, akinek a egymásnak nagyon kedves beceneve lehet, hogy köze van a, a, ehhez. Oh. Érted, ha érted. De nem szeretném a kapcsolatunkról le mm. rántani a letet. <laughs> Egyébként tényleg Vikinek kéne Donét hangnak, ez nem nekem. Léci Viki. Jó. Kimentem neked. Ki, esküszöm, kimentem neked. Én is ki tudom menteni. Ja, bocsánat. Jó, akkor mentset. Jó majd, jó, majd kitalálok valami jó hangot. Jó, mert egyelőre csak a beépítettek közül választottam. Ez teljesen hibátlan. Én viszont berakom a soundboardra, mert ki tudja, hogy mikor lehet majd erre szükség a későbbi. <laughs> a horkantásom... Hogy van... a lehetne kivendel egy be be lehetne ezt játszani. Jaj, akár bemegyünk egy akármilyen inbe kajálni. És uh, mit kértek enni, kérdezi. Kérdezi Hunter. És én meg csak így óvatosan megnyomom a gombot. Jaj, de jaj. akarom ezt, jaj, de nagyon akarom ezt, de hibáztam. de hibátlan. Óvatosan ez a pincsi mindenről is klip készül, Dávid már megtanulta, Kezdek, kezdek rájönni. Igen, nagyon, nagyon kell félni egyébként, mert ő, a, egyébként itt van most 220x ember, és abból 220x-2 azt várja, hogy mikor történik valami olyan, amit bele lehet utána dörgölni az arcunkba. Ez a, nézd, Látod, látod, mit csináltál? Igyen élő streamer és így bele az orra. Igen, mert azért YouTube-on komoly erőfeszítés kellett ahhoz, hogy valami ilyet kimentsenek az emberek, de hogy Igen. itt így van ilyen beépített dolog, ez nagyon veszélyes. Igen, itt a, a shame machine, az folyamatosan megy, folyamatosan dübörög. Ja istenem. Na de mindegy. How dare you? A... a... Eldöntöttem egyébként, hogy, hogy bevállaljuk az esetleges szopót, és fogunk egy kis a streamelni. Mert. Uh, Komolyan? Aha, bevállalom, mert uh, amikor legutoljára beszélgettünk róla, akkor így azt láttam, hogy egy csomó, a csomó embernek nincsen meg, hogy mi ez a játék, és uh, nyilván ez egy 96-os, 97-es, azt hiszem, játék, úgyhogy egy csomó embernek baromira nincsen meg, hogy mi ez. És uh, ez egy csoda, ez egy igazi csoda. Úgyhogy uh, szeretném minél több emberhez uh, eljuttatni, és aztán mindenki rájöhet, hogy ó, azt nem lehet megvásárolni, úgyhogy baj. De, Igen, hogyha elég... Igen, hogy gyurmaszar. Gyurmaszar? Uh -huh. Ki üzeni ezt? Bét. bét? a streamre, miután átküldtem a hurkát. De hogy, hogy nem, akkor nem ez az a játék, amit, Vár, és akkor te hogy fogod játszani? Ilyen emulátorral, nem? Emulátorral valószínűleg, igen, még nem tudom, hogy hát hogyan. Akkor más is játszhatja úgy. Hát persze, csak. It's not completely legal! A GoFri nagyon szépen köszönöm a donate vikinek véres hurkára. Akkor azt utalhatod is át nekem jó. Nem, nem, szépen lassan összegyűjtjük, és uh, aztán utána csinálunk uh, hurkát meg lila és a azt káposztát reglízni. is Én is. Anyám lila káposztája az egy Isten. Azt képzeld el, hogy én a múltkor csináltam egyedül, és kurva jó lett. Én elméletileg én nem jó nem lila káposztát csinálok, de mindig anyáméhoz hasonlítom, úgyhogy mindegyik szarnak tűnik. Ja, hát anyáim csinálja, nem én. Bármi jobb, amit más csinál, meg nem én. Igen, valahogy, tehát, hogy sok mindent megkérdőjeleztem már, amit édesanyám mondott, megcsinál, de a főztével nem, nem, az nem megy, az, az sajnos számban van. Olyannyira lesz a Last of Us 2-ből tartalom, Dága hogy már beszéltem is a Szonival és, és streamelni fogunk belőle, de ott én nagyon komoly szabályokat fogok követni azzal kapcsolatban, hogy, hogy, nem akarom végigjátszani streamben. Nem akarom azt, hogy az legyen, hogy, hogy végignézitek, és elrontjátok magatoknak a játékot, mert ez egy nagyon heavily story-based játék lesz, ugyanúgy, ahogy az első része, úgyhogy el fogjuk kezdeni, fogunk vele játszani egy bizonyos ideig, valószínűleg egyébként az embargóban benne is lesz, hogy nem szabad nagyon sokáig játszani, de, de nem, nem akarnám elrontani nektek az élményt, mert az tipikusan az a játék, amit így át kell élni, mert az irányítás az, az annyira hozzá tartozik az élményhez, tehát hogy nem elég nézni, jó, de mi van azzal, aki, aki biztos, hogy nem fog vele játszani, mint például én? Már, mint hogy érted, én nem fog PS-t venni. Ja. Viszont lehet, hogy érdekelne. Nem mondom, Persze. hogy végignézném. De biztos van olyan ember, aki szintén nem tudna vele játszani, mint én, de végignézném. Egészen biztos. Ő majd később végignézheti, amikor már uh, lement az initial hype. Én azt mondom, hogy az uh, alsó hangon két hét. Aha. Hogy, majd végignézheti, hogy uh, mi járnál. Az meg a másik. Hogy uh, valószínűleg, hogy mindenki fossá fogja, fogja streamelni ezt a játékot. Én, uh, én a saját tempómban szeretnék benne haladni, tehát hogy nekem a Last of Us az, az, egy, az, egy ilyen, az egy ilyen nagyon különleges élmény volt, talán az életem egyik legmeghatározóbb videójátékos élménye volt, és... Uh, azt gondolom, hogy, hogy mindenki, aki szeret játszani, annak, annak át, kell ezt, át kell ezt élnie, mármint akit vonz a, ez a, ez a story-based, kicsit lassabb, kicsit kar karakter és történetorientáltabb játék, az, annak, annak ezt meg kell tapasztalnia. És, egy és ketten fogjátok játszani, aha, vagy egyedül fogok? Ketten, ketten. Hát ezt Julcsi nagyon-nagyon fogja <laughs> élvezni, mert ő a story based játékokat nagyon szereti, úgyhogy és a, és a Last of a son, hát, amikor nem én sírtam, akkor ő. Úgyhogy... Ö... Oh. Cica! Nyilván neki... Oh. Az én kutyám, ha megőrülne, se jönne most ide. Mm. Júlcsi még mindig eszik? Vagy csak létezik? a Nem kell, hogy egyél. Tehát elég, hogyha eszel, akkor a, a kanapén eszik Júlcsi, és ott ül mellette a kutya, amíg eszik, és csorog a nyála és amikor már nem eszik, csak így lerakjuk magunk elé a tányért, és uh, még fennáll a lehetősége, hogy itt még lesz valamiféle étkezés, addig ő ott van, és uh, néz, így. Yeah. Ez, 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 én a hat éve nem ettem úgy, hogy nem ezt csinálta a kutya, hogy De délután majd berendhatod a streambe elit, mert jön a feleséget hozzám. Ó, csak most látom az arcodat a streambe késéssel. Szerintem ezt is valaki kiklippelhetné, vagy legalábbis emótot csinálhatna belőle. Ne, ne nem, nem, emót nem, nem emót, nem. nem, nem. <laughs> elég volt. Egyébként is most a, a vokra előjük ezt az emóclotunkat, és egyébként itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy már 84 feliratkozója van ennek a fantasztikus, fantasztikus dolognak, amit mi együtt csinálunk, és uh, elképesztő, elképesztő ez, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és már egy csomó emótot tudunk csinálni. Úgyhogy, uh, úgyhogy uh, a szárnyas Mert ez vok hogy van, lesz mennyi a időnél lehet Mennyi idő után lehet emotot csinálni? Ezt megnézem az neked, Viki életem, mert nem tudom Jó, pontosan. Jó, nem tudok kattintani a Twitch Help-re. Nem Twitch Help kell, hanem Preferences partner És emot úgy néz ki, hogy... Ó, oh, nem látom a, a, az elsőt. Uh, ugye most úgy van, hogy 86 ilyen pontos a, a rendszer. 80 szúppontunk van, ami Igen. azt jelenti, hogy most van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emocslotunk, és 100-nál kapunk majd még egyet, és akkor Aha. abból is tudunk csinálni egyet. De lehetséges, hogy a következő kettőt azt be fogjuk várni, mert csinálunk egy, egy kettes emotot amit így össze lehet tudod amit így tudod illeszteni, hogyha egymás után rakod be őket, mert már... Jaj, mint az a kocsi, amit most valaki beküldött. átléptem a csetből, úgyhogy nem láttam sajnos. De igen. Úgyhogy egy csomó, mindent mikor lesz, ban igen, az ilyenek. Gondolkodtam arra, hogy megcsinálhatjuk kacit, a, van róla egy képem, ahogy egy női ruhában pózol ö, egy valamilyen bulin. Üdv az újonnan érkezőknek, a, és azt be lehetne fektetni és két emódba, két -e módba kirakni. Ja, a nekem nagyon szép. Tehát... A... Ó, oh, most jó. Most jó? Jó, van. A, valószínűleg... Ha. Nem, nem mutatom meg a képet, majd, majd ha kaci engedélyt ad az emótra, akkor, akkor meglátjátok. Igen, valami ilyesmire gondoltam, mint ez a, mint polip, csak egy kicsit ilyen fanvid vonal. A Hirtus be belefutottam-e? Természetesen belefutottam, Reminek majdnem az összes játéka megvan, és nagyon-nagyon és szeretem, és ez a Here to Slay, ez baromi jónak tűnik, úgyhogy bekeltem, sőt rá is írtam Remire, hogyha tudnak küldeni esetleg egy ilyen early kopit, akkor nagyon szívesen játszanánk vele a csatornán. De hát ez majd Jaj, de a polip. A polit nagyon zsír. Ó, de akkor ezeknél be kell állítani, ugye, hogy, hogy hány darab emotot engedélyezzen a chatbot egymás Igen. után. Azt hiszem, hogy nekem 20 a limit, és feliratkozóknak meg nincs. Hát ezt át tudod állítani a Streamlabs-be. Girlfriend? Át, 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 abszolút. Most azért jó ez a Streamlabs dolog, mert mindent át tudsz állítani már. Meg. Igen, tegnap egy darabig. Jaj, valami. Valami nem tetszett a... megmutatnom, jó? Valami nem tetszett a moderátornak, de nem tudom, hogy micsoda. Ne haragudj, Életem! Úgy. Mennyire látszik? Így látszik? Így? Meg ott látszik a kapja Direkt kértem meg Vikit, mert azt láttam, hogy a cici streamereknek ez nagyon megy. mi? Úgy, hogy, hogy... mi van? Semmi, 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 semmi. Próbál... így, így hogy... jó vagyok? Oldalt vagyok, vagy mi történt? A, hát, kevésbé vagy középen, de jó, jó ez. Így. A cica mennyivel furcsábban hangzik ez angolul? A puszi. Így. Nem tudom, merre tolja, mert nem tudom, melyik oldalt van a kivágásod. A é. másik irányba. Oké. Okay. Így. Úgy, tökéletes. Szuper. A, Az, most jó. A hirtelen nem tudtam, hogy egy citelt kell nézni. <laughs> Jó. Jaj. Nagyon várom a délutáni társast, úgyhogy akár el is dönthetnénk, hogy mivel fogunk játszani. Mert Én pont kérdezni akartam, hogy mivel fogtok játszani. Nem tudom. Nem tudom, nem És tudom. És ki, a még Imi meg? Imi meg Aza. Mind a kettőjüket nagyon rég láttam ne... már. Aza, Aza. Levágta, amit Imi után mondtál. Oza, a madafaka. Nem hallasz? Há? Viki? Viki? Nem, levagdossa, de hogy szóval lesz Kaci, meg te, meg Imi, és még ki? Aza! Biztos, hogy szopat. Biztos vagyok benne, hogy szopat. Tökön nem értem. De lehet, hogy valami ember, akit, akit nem ismerek, és azért nem értem, hogy mit mondasz. <sínes> Sőt, te <vétel> a szín. <háha> Jaj, jaj, bocsi, az a jó, 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 jó. Szóval és mivel fogok játszani? Nem tudom. Nem tudom. Az a helyzet, hogy nem tudom. <háha> Ez olyan Oris Boris eset. Igen, az a baj, hogy uh, streameltünk négy és fél órát, te, kimondták a nevemet egy szor. szóltam neki, hogy nem Boris, hanem Oris, de nem bírja megjegyezni. Széda. Széda de, de, meg tudod jegyezni, czafka. hogy Borisnak hívnak. Oris! Oris, nem Boris! Igen, értem, hogy Boris. Bitch, bicsi, 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 bitch. Viki. Bics. Na, most szavazzátok meg, hogy mi legyen a társas délután. Bár nem fogom tudni nézni, mert hogy podcastelünk, de azért érdekel. Ah, mert megszavazni se nagyon tudjátok. Mert uh, f, uh, még, még a lehetőségek uh, sincsenek feltétlenül meg, hogy uh, hogy mit streameljünk. Yeah. Legyen sok. Uh, yeah. Vicser. A kittens, nagyon... Nem. Attilával találkoztam hétfőn moziban, és nagyon fűztem, hogy meg már a múltkor is, mikor eljöttünk tőletek, hogy, hogy kezdi el hogy ő szeretne egy Roxforti csatát játszani. Ha, jaj, az azért lenne jó, mert mert, 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 ő jön, és lehet vele játszani. Úgyhogy lehetséges, hogy azt kellene csinálni, hogy akkor úgy Roxforti csatázunk, hogy hogy játszuk az egészet, és akkor mondjuk egy stream alatt két Köszönöm, septört. köszönöm! Ezt mondom azóta. <hül> jaj, jó. jaj Igen, és viszont... most a közös sok... csatba és írjad jó. be, hogy <kül> végig akarod játszani az egészet, és mondd Attilának, hogy, hogy jöjjön. Ez a feladatod, ha ezt megcsináld, akkor megcsináljuk. Mi? A közös Facebook beszélgetésünkbe írjál Attilának. Ja, ja jó, 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 be fogom írni. A másik viszont, amire nagyon felhápolódott, hogy a, hogy a DND-be szeretné jönni a vendégnek. Mert, Úgyhogy már... már az voltam, hogy jaj, ő hogy szeretne vagy valami ö, lopkodós, vagy valami csábító karaktert, és hogy és teljesen rá kattant, és a múlt héten Imádom. bele is nézett a streambe, de aztán el kellett venni a úgyhogy nem tudta tovább nézni, és akkor írt nekem, hogy, hogy, írjam le, hogy mik voltak az érdekes történések, meg stb. 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 úgyhogy nagyon, Imádom Attilát, nagyon, a Tillát, a leglelkesebb ember az egész világon. Nagyon-nagyon szeretem. Igen, mert azt mondja egyébként, hogy a barátai mindig csak ilyen nagyon egyszerű dolgokat szeretnek játszani, ő meg szeret így a bonyolultabb társasokat is, meg játékokat. A, tök jó lenne, hogyha, hogyha berántanánk valamilyen bonyolultabra, mert mindig ilyen, ilyen dolgokat játszunk, most ez az obszkúrió sem volt különösebben, különösebben bonyi. Csecse Attila, igen, Csecse Attila. És uh, Dani, a kérdésedre válaszolva, itt lesz a stream. Itt. Itt, 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 itt. A csak Csak fogunk mostantól streamelni, de ugye a társas játékos videók, azok át fognak kerülni YouTube-ra vágott tartalomként, illetve vágatlanul a teljes stream át fog kerülni a VOD csatornánkra is. Amit itt találtok. Itt. Plács. <coughs> Még egy szaros URL-ünk sincsen. Tehát, hogy uh, itt tart ez a csatorna, hogy egy szaros URL-ünk sincsen. Ja, a YouTube csatornának? A vodos csatornának? Ja, ja, ja. Mert hogy uh, ezer feliratkozó kell, meg uh, valami 40 ezer megtekintett óra, vagy valami ilyesmi. Ó, hát akkor ott még kell. Ja, ja, ja. Mondjuk ki kéne, ki kéne rakni egy videót például. <laughs> Megcsinálom, én a, megcsinálom. Én felveszem az összes, az összes gameplay streamemet, Aha. azzal a hogy, hogy kirakom a régi gameplay csatornámra, ahol aztán már kettőt vagy hármat ki is raktam, és most éppen öt darab van bent, ami már fel is van töltve, csak még nem raktam ki, úgyhogy lehet, hogy majd így ezt megcsinálom, hogy azokat így beidőzítgetem, hogy, hogy kimenjem. <hül> Azt lehet, hát, hogy nem. Az nem lehet, hogy hogy egy egész jó ötlet, Vikikém. Eddig, eddig mindegyik érdekelt kb. 300 embert, tehát hogy az is valami. Vagy még több? Ja, ez nem az a csatorna. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy két 300 ember az mennyi valójában. <coughs> Bocsánat. <coughs> Ahhoz képest, hogy több mint 20 ezer feliratkozó van azon a csatornán. De nem, nem, nem. Csak hogy értem, de hogy a 20 ezer ember az egy elképzelhetetlen mennyiség. Az, hogy két-háromszáz ember megnéz valamit, hogy két-háromszáz embert érdekel a valami, amit csinálsz annyira, hogy, hogy időt szálljon rá, az fantasztikus, és hogyha elképzelsz két-háromszáz embert egy szobában, az végtelen. Az egy iskolányi diák. Én pont, pont azon gondolkodtam tegnap, ahogy nyilván kevesebben nézték a streamet, mert te is streameltél, meg Viktor is, szóval, hogy, hogy voltunk kb. Oké, okay. azt gondoltam, hogy én már tíz emberrel is több boldog leszek, és ott voltunk 30-40-en, és így ültem, hogy hogy lehet, hogy ennyi ember éppen ebben az időpontban szívesebben néz engem, mint hogy bármi mást csinálna. Ez egy Ez nagyon jó cucc. El Tényleg elképesztő. Van, itt van több, mint 200 ember velünk. Nagyon királyak vagytok. Mit csináltok itt? Nincs életetek? Te mi? Te, hé! Hé! <laughs> Fogd vissza magad lányát! <laughs> Még bútalok. Dolgozom kell az aláfestést, Twitch az életem. Dolgozunk. Látod? Ennyi. Tehát, hogy munka közben vannak olyan munkáják, ahol nincs letiltva a Twitch, vannak olyan Már emberek, akik, akik nem akarnak dolgozni. Meg vagyunk mi. Tehát, hogy... Érted? Egyetemi szünet. Tehát, hogy mindenkinek meg, megvan, a, megvan az oka, hogy, hogy miért, néz, miért néz dolgokat. Igen, és azon is meglepődtem, amikor sokan néztek múlt hét pénteken, koradér után kettőtől. Nyilván legalább 26-szor elmondtuk a reggeli streambe, hogy akkortól fogok streamelni, de hogy, hogy akkor meg azt hiszem Átlag 70-en voltunk, vagy ilyesmi, és pont ott ültem, hogy gyerekek péntek délután kettő van, egy, az, az az, mondjuk a, az embereknek a 95%-a ilyenkor egy olyan munkahelyen van, ahol nem tud közben streamet nézni, és milyen fantasztikus, hogy mégis ennyi ember ott volt, és lehetősége volt rá. Szóval szerintem ez tökre nem lap, naplopás egyébként. Nyilván van egy csomó eset, amikor igen, de hogy én így, én itt tök nagy szószólója vagyok annak, hogy a nyolc órás munkádból nem töltesz nyolc órát hasznosan, és nem is kell megpróbálni, mert akkor a hasznosan töltött is sokkal alacsonyabb hatásfokú lesz, mint hogyha csak ötöt hasznosan, de magasabb Ma Momer, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Super szuper élőlény vagy. Na, egy igazi csírke! Yes! A... Nem, nem tudom, Viki, őszintén szólva. Én, uh, én most, uh, most hogy megszűnt, uh, megszűnt ez az állásom, én már hosszú ideje gondolkozom rajta egyébként, hogy uh, hogy lehetséges, hogy le kéne... Nem látszik a kerettől? Igen, tudom, tudom, tudom. Ezt uh, meg, megcsinálom. A. Szóval most már hosszú ideje az előző munkahelyem, meg a mostani munkahelyem alatt is gondolkoztam sokat rajta, hogy vajon igazából azért nem vágok bele, hogy full time csináljam ezt az egészet, ezt az egész Fun with Geeks dolgot, mert, mert, nem bízok ebben annyira, vagy nem bízok magamban annyira, vagy egész egyszerűen csak be vagyok szarva, vagy, 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 vagy nekem szükségem van arra, hogy valahol, valahol dolgozzak mert hogy úgy érzem azt, hogy, hogy csinálok valamit. És, és most arra jöttem rá, hogy, hogy ezt nagyon élvezem, hogy, hogy nem dolgozom feltétlenül senkinek. Nyilván van még egy csomó ilyen, ilyen megkeresős melóm, meg ilyen beszámlázós munkám, de de, de, nem ezt teszi ki a napjaim nagy részét, hogy, hogy pr -azon, marketingelek, írok, rendezvényszervezek, hanem, ha az van, hogy, hogy, ezt csinálom, és emellé jönnek be ezek a dolgok. Daniel, nagyon szépen köszönöm a csírt. Miért ne csirke? Nagyon király vagy, köszönöm szépen. Csirke. Csirke. Miért nem ez a csír hang? Ahogy, uh, ahogy Lilu azt mondja, hogy csirke. Várjál. A... Bocsánat Viki, ne haragudjál. Semmi, semmi gond. Amúgy is megnyitok egy... Uh... Most már egy Twitch hátát, hogy az összes ilyet megnézem, mert hogy vannak a bitek, meg vannak a csírek, meg vannak a pontok, meg vannak a follow, meg a subscribe, meg a... meg ah, megvan. Megvan. Csirke! Na, mi az? Jó, csirke! Csirke! Jó! <laughs> Jó, ezt én le fogom menteni. Ezt én le fogom menteni. Ez kell ide, ugye gyerekek? Tehát, hogy ez nem nem kérdés, hogy ez kell ide. Mi az? Hogy keressek a, rá? A megvan a fifth elementből az a rész, amikor uh, Lilu először találkozik étellel, és a rajta van a sült csirkén? Nincs, de most rákeresek. Jó, ötödik elem, Lilu csirke. Leló, azt hiszem. Uh, Bres egyáltalán nem gáz. Soha nem gáz, ha nem láttál valamit, nem csináltál valamit, nem tetszik valami, semmi nem gáz ez az, amit meg kell jegyezni, hogy ha neked nem tetszik valami, ami az emberek nagy részének tetszik, attól te nem vagy kevesebb. És ugyanez fordítva igaz, ha tetszik valami, ami az emberek nagy részének nem tetszik, attól még te nem vagy gáz, hanem úgy hívják, hogy egyéniség. Úgyhogy... Kivéve, kivéve ha a nem láttad. A, engem igazából az sem érdekel. Ha ha kimarad. Tehát, hogy a, Tényleg, tényleg, az sem, sem érdekel, hogyha azt de, de... Ja, hogy vicceltél? Bocsánat. <laughs> bocsánat, hirtelen. Én meg itt egy kicsit megfinnök. <laughs> Mintha valaki direkt erre irányította volna ezt a beszélgetést. Kejfel Gamer, jó reggelt! Megint van egy Daniel, csepe. Daniel, nagyon szépen köszönöm, mert 400 jobb, mint 300. Nézd csak, ide beállítom. Igen, és akkor már nem fog kilógni. Meg egyébként nekem van egy csíres pop ami nem működik most valami miatt, úgyhogy ezt majd ellenőrzöm a stream után. Ezt fel is írom. felírom, mert így egyzetelem a hibákat, meg, meg Patex nagyon kedves, és akárhányszor valami így rosszul megy, akkor Discordon rám ír, hogy mi az, ami nem működik, és mi az, amit javítani kell. A... Igen, csak akkor tudod megmondani, hogy tetszik el, hogyha, hogyha Én sorozatokkal vagyok így egyébként, hogy... Ó, oh, vagyok így egyébként, lemiót, Engem némítottál le? Igen, véletlenül lenémítottalak, és csak így azt láttam, hogy így beszélsz, mint egy állat, de hogy így nem hallatszik. Mondjad, bocsánat. Pont ugyan ezt mondtam, ezt kezdtem el magyarázni, hogy ott beszélsz, látom, hogy gesztikulálsz, rajta, magyarázom valamit, de semmit nem hallok belőle, és hogy vagy az én vagy a te készülés, <coughs> ne, <készülés> ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj. <coughs> Jó, át, fo át fogom rakni át fogom rakni. Ilyen a cenzúra. Igen, így működik. A Star wars kommentje miatt sajnos muszáj volt. Na, szóval én is így vagyok mindenne, hogy mindennek, majdnem mindennek adok egy esélyt. A, vannak olyan dolgok, amiknek, amikről így, így, tudom, hogy, hogy nekem nem tetszik és hogy soha nem fog tetszeni, vannak ilyen hiányosságaim, én nem szeretem az animét, de hogy annyira nem, hogy a Ghost in the Shell sem tudtam végignézni, ennyire nem. Úgyhogy, és hogyha a top-top-topot nem tudom végignézni, akkor valószínűleg nem fog ez nekem menni, és ki fog maradni egy csomó minden, mint a One Punch Man, amit mindenki szop, meg a, a, az ilyen dolgok. Úgyhogy... Mint az Elfenlid, meg a Sword Art Online. Fú, most másik nem itt eszembe. A Sword Art Online volt olyan, ami, amit már akkor néztem végig, amikor már nem néztem animéket. Nekem volt egy időszak, amilyen 18 éves korom körül, amikor ezt néztem, és azóta csak is kizárólag a Sword Art Online, ami nem tudom, vágod de a, a sztoriát, de már a sztoria arról hat jó, az, mm -hmm. hogy... Nem? Nem. Ez azt jelenti, hogy vágod? Hogy a, egy olyan a, ilyen open world virtuális valóság játékot csináltak, ami, hát érted kvázi, mint a Ready Player van, de a lényeg, Aha. hogy ahogy a, a, a Béta időszakban nagyon sokan tesztelték, több király, és mikor elindították a játékot, és több millióan egyszerre bejelentkeztek, akkor uh, derült ki, hogy uh, ha a, nem tudsz lecsatlakozni, és hogyha a játékban meghalsz, akkor a valóságban is meghalsz. Ah! A De, a, <coughs> ja, az na, nagyon érdekes. Ez, ez a bajom, De ez, ez az, ez nem nem az igazi bajom, Viki, hogy hogy alapvetően tök jó sztorik vannak, tök, fő, tök jó karakterek, és, és tényleg ilyen na nagyon kidolgozott lore, és, és kurva jól meg van csinálva, viszont az art style az engem iszonyatosan taszít, és, és nem tudom, a legközelebb, ami, amivel, ami, <coughs> amivel közelítettem ehhez a stílushoz, az a Castlevania volt. A Castlevania Aha. sorozat, ami nagyon-nagyon ami tetszett, és azt végig is néztem. De elmondom, a, én azt hiszem, hogy megfejtettem, hogy honnan van nekem ez a, ez a problémám. <coughs> Bocsánat. A, amikor én gyerek voltam, fiatal ilyen, 11-2-3 éves, akkor dübörgött a, a Dragonból láz. De hogy így fullon mindenki folyamatosan, minden délután sietett haza az iskolából, megnézte, és másnap csak ez volt a téma. <coughs> és én gyűlöltem a Ball-t. És, de hogyha nem néztem meg minden délután, a semmi lószart nem történik sorozatot, akkor, hogy a levegőben állnak, és így csinálnak 40 percet, és tudom, hogy ez egy nagyon, nagyon unpopular opinion, és nagyon sajnálom, és ezt csináltak 40 percig, ha nem néztem ezt meg, akkor másnap, nem tudtam becsatlakozni egyetlen beszélgetésbe sem, ami az iskolában volt. Mert hiába mondtam el, hogy, 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 hogy kibaszott jó playmobilat kaptam, meg hogy milyen szépet építettem, meg csináltam otthon saját mozit a családnak, ilyen uh, diafilmekből, filmekből, senkit nem érdekelt ez, hanem az érdekelt mindenkit, és arról beszélt mindenki, hogy, uh, hogy mi történt Dragon Ball a Dragonból akkor epizódjában. És uh, mivel hogy ez egy ilyen peer pressure volt, és akkor még ugye nyilván egyik gyerek sem kezeli nagyon-nagyon jól ezt a peer pressure dolgot, és meri előhozni a saját egyéniségét, ezért nekem folyamatosan nézni kellett, és folyamatosan up to date kellett maradnom egy olyan dologban, ami baromira nem érdekelt. És biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van legalább egy ilyen dolog, ami hogy alig várta, hogy véget érjen, alig várta, hogy levet levetkőzze. <kül> Úgyhogy... Igen, csak hiszem, mert a Dragon Ball azt soha, soha nem tudtam megnézni. Én mondjuk a Sailor Moon néztem, meg a pokémon néztem, de hogy az öcsém az összes ilyet nézte, és volt az a, a Beyblades, vagy nem is tudom mi a szar, és csak arra emlékszem, hogy Néha ment a tévébe, ahol semmi más nem hallottunk, mint hogy hasítsatok, és mikor elmentünk nyaralni, és a kemping közepén a két gyerek semmi más nem ordított reggel 6 mint hogy hasítsatok, és így kihúzta a cuccot, ami aztán pörgött, vagy nem tudom mit csinált. Ó, azt te arra emlékszem, igen. igen. A viszont nagy szerencsémre, amikor a Pokémon bejött, akkor ez a peer pressure dolog már nem élt. Úgyhogy uh, én és a, a Pokémonból teljesen kimaradtam, hál' az Istennek. Az Istennek. Micsoda? Te, te már öreg vagy a tazókhoz? Nem, nekem a tazókat nem gyűjtöttem, de emlékszem rá. Nekem autós kártyáim voltak. Meg Na. turbórágó gyűjteményem. én. Cseré... Egy idősebb generáció. Egy idősebb generáció, de én is már csak a turbórágó végén végén érkeztem, de az autós kártya, az autós kártya az fullon, fullon ment. Meg a kosaras kártyák, igen. A kártya később jött, előbb jött az autós, előbb jött az autós, és uh, meg, uh, mi még nagyon-nagyon sokat uh, gomfocisztunk Lehetett csapatokat venni, meg ilyen profib labdákat, és uh, végtelen mennyiséget gomfocistunk. Tudtad, hogy apukám is van gomfoci? Komolyan? Komolyan. Apukám nagyon híres focista volt. Komolyan? Én, ezt nem tudtam. és, belőle is van gombfoci. Én ezt miért nem tudom? Ki apukád? Nem tudom, László Csaba. Nem tudom, egy csomó egy van. így nem tudják, és nagyon fur, amikor... Nyilván én kicsi voltam, amikor focizottam, ugye a videótomba játszott legtovább, azt meg utána a BVS meg tök mindegy. És edző is? És tök fura, hogy valamikor itt találkozok emberekkel, akik így szeretik a focit, mondjuk mikor a Zoom-nál dolgoztam, volt ott két újságíró csáv, akik ilyen tök foci buzik voltak, és, és kiderült, hogy vágják, hogy ki az apukám, és az egyik csávó még, még hozott be plakátot is, hogy megmutassa, hogy neki van olyan plakátja, amin rajta van apukám is. Si. Ah, ah, mi? Sőt, egyszer, egyszer rendeltem pizzát Fehérvárom, Kihozta a pizzafutár, ez kb. 15 évvel ezelőtt volt, kihozta, és és megkérdeztem, hogy te, te a, a focista László Csabinak vagy a lánya, mondom igen. Ó, akkor ez a pizza ajándék volt. Az igen. Nagyon kett... Apukám nagy sztár volt. Ez nagyon durva. Ismerjük egymást 6 éve, és nem tudom, hogy ez hogyan nem került szóba még egyetlen egyszer sem. Nem tudom. Nekem, érted már, hogy... Nagyon durva. hogy nekem, nekem, ez ennyire nincsen így a, a gondolataim között, mert hogy én ebben nőttem fel, hogy focizom, szóval életem első tíz éve minden rohadt vasárnap a foci meccsem volt, nem <laughs> tudom. De hogy, hogy, nekem ez, nekem ez annyira, annyira természetes volt, hogy soha nem szoktam senkivel beszélgetni róla, meg nyilván annyira régen volt, mert hogy már tizen... Több, több mint tíz éve, de 15 éve, vagy nem tudom mióta több mint 15 éve nem is focizik apukám, szóval, hogy annyira régen volt, hogy hogy így nem szoktam senkivel beszélni Jel erről, mert melltetted. nem gondolok rá és amikor Aha. így eszembe jut és akkor valaki megemlíti a focit, akkor én meg, képzeld el, apukám menő volt. Nem, <laughs> de hát a, az, az aki egyszer menő, menő van, volt, az örökre menő marad. Bátyám van is, iszonyat, ő biztos hogy, biztos, hogy ismeri apukád nevét, mert a bátyám sportújságíró, és ő nagy sportos a családban, meg apukám, de apukám is betegesen, tehát hogy ő az ifi női parasak olimpiától a síugráson át, a női kézilabdáig mindent nagyon szívesen néz, úgyhogy wow. úgy, nyilván én is úgy nőttem fel, hogy foci, 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 és aztán én szakítottam ezzel ezzel teljesen, és amióta meg hazaköltöztem, azóta meg teljesen elvette tőle a kedvemet a, a, az itthoni helyzet, amiben most ne is menjünk bele. A de a bátyám nagyon otthon van, tehát hogy neki így a, a sport, sport az élete, a kézilabda, a foci, főleg az olasz foci. Ő egyébként, nem tudom, hogy vannak-e itt foci rajongók, de ő a, a digin az olasz foci szakértő, és oda szokott bejárni. Nekem fogalmas. nem, nem nézem. Nézem. Én egyáltalán nem, egyáltalán nem követem a focit, egyébként sem. apukám sem követ magyar focit. Uh, ő, ő, most NFL-t néz nagyon. Én semmilyen sportot nem szoktam, kivéve most kb. egy hónapja rákattantam a műkorcsajára. Biztos ők benne, hogy a Netflix sorozat miatt. Nyilván a miatt, mi más miatt nem itt. <laughs> Fú, nagyon sok sorozatot nézünk mostanában. És ez a, az Outsiders-be szerelmes vagyok, Viki. Teljesen szerelmes. Imádom. Azt arról magyarázok mindenkinek, mert decemberben az HBO-s karácsonyon levetítették az első részét, és azóta mindenkinek azt magyaráztam, hogy ez milyen jó sorozat lesz, ráadásul én még december végén megkaptam az első hat résznek a screenerét. Komolyan. És úgy voltam, hogy azonnal meg tudnám nézni mind a hat részt, és aztán hogy hogyha most megnézem, az azt jelenti, hogy kb. márciusig nem fogok új részt kapni belőle. Úgyhogy nem néztem meg, pláne, mert azért amikor is screenet kap az ember, akkor tele van vízjelezve, van, amikor ilyen pörgő óra van rajta, meg eszem faszom dolgok, Aha. úgyhogy végül nem néztem meg, de hogy azóta is mindenkinek magyaráztam, hogy mennyire jó, és bét volt az, hogy le -e szarta és így múlt héten valami rákattintott, és akkor így, hogy hát ez az XY rendezte, hát ez a tutorotora, és valamelyik este is mondja, hogy jó, nézzük meg, van-e belőle új rész is, két hónapja erről magyarázok, és neked most De is hogy, se... Annyira rossz, amikor valamit megpróbálsz, tudod így elhinteni a baráti körödben, és aztán senki nem kap rá, aztán egy hónappal később valaki más mondja, és akkor mindenki rácuppan hirtelen, hogy az te jó, te vagy a legnagyobb király, hogy behoztad ezt, és akkor te ott ülsz, így... <laughs> Jaj, viszont az új részt nem néztem meg, lehet, hogy azt fogom tolni a bétközben. közben. A... De nem, mert most meg a Sex Education második évadát próbálom megnézni, mert csak egy rész van belőle. A Sex Education, azt Gyulcsi uh, most negyedszerre nézi végig, és teljesen rá van cuppanva, és már én is a második évad felénél vagyok olyan kibaszott jó az a sorozat gyerekek, hogy elképesztő. Csak ajánlani tudom. Tehát, hogyha beszéltek angolul, akkor Netflix tényleg nem. nem De egy fenn van magyar felirattal is. Fenn van? Fenn van? Fenn van. Akkor nem kell Más angolul szépen. beszélni. Olva, hát, ha tudtok olvasni. Nem, hogy talán még szinkron is van erre, abban nem vagyok biztos, de, de tényleg is szóltosan király, és az az igazság, hogy ez a második évad annyira erős. Én nagyon féltem tőle, hogy mi lesz, de annyira Nagyon erős, erős. dolgoznak fel, hogy elképesztő. Az utolsó előtti rész, amit tegnap néztem, azon így... Van rá szinkron. Tessék, szinkron is van. Ha tehetitek angolul, nem vagyok benne biztos, nem vagyok meggyőződve arról, hogy esetleg, hogy esetleg rossz, én csak arról vagyok meggyőződve, hogy a legjobb szívvel, legtehetségesebb fordítók és szinkronszínészek által készített szinkron is elvesz a sorozat vagy a, a, a műnek az élvezeti értékéből. A... Igen, viszont aki nem tud angolul, annak, akkor, akkor, akkor annak a feliratot ajánlom. Én is szoktam egy szinkront ajánlani, de mondjuk azt megértem, hogy ebbe azért lehetnek néha olyan dolgok, amiket mondjuk így angolul nem ért az ember. Igen. Nagyon jó, de azért vannak benne mert... olyan szexológiai kifejezések, amit nem feltétlenül tud így azonnal így fordítani az ember, mert nem mindennapi szavak. Hát, meg nem is ez igazából, hanem a sex, a sex education-ben inkább az okozhat uh, problémát, hogy általánosságban a, az angolul beszélők füle a, a, az American Englishhez van szokva. Ez pedig egy, egy brit sorozat, de hogy nem az a Downton Abbey brit sorozat, viszont uh, a legtöbb színész az brit, brit akcentussal beszél, sőt, van egy-kettő ír, meg uh, van egy uh, svéd aki okay. nagyon viccesen beszél. Úgyhogy, de tényleg érdemes, tényleg érdemes ilyen, ilyen olyan problémák, olyan problémákat, meg kérdéseket feszeget, amit más sorozat nagyon nem, és főleg így nyilván a, 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 a szex oldaláról, és ez azért is fontos egyébként Magyarországon, mert a legtöbb fejlődő országban, sex education, mint olyan, tehát ilyen a, a, a szexualitásba való bevezetés, ilyen van, mint tantárgy, és tanítják az iskolában. Na nálunk ének van meg hittan, amiben relatíve kevés szó van a sexről, meg arról, hogy hogyan kell biztonságosan, meg meg úgy általánosságban, hogy mik azok a, a, a normális elvárások és normák, amiknek mondjuk meg kell felelni. És uh, ez én a én legjobb tudom, tudomásom hogy... szerint ez hiányzik a magyar roktatásból, de javítsatok ki a tévedek, mert én amikor én voltam diák, akkor ilyen még nem volt. Nagyon hiányzik, és nem csak a magyarból hiányzik. És pont azokat a kérdéseket teszi fel a sorozat, amit nagyon kéne. Például, ahogy bejött egy új karakter, és szexedukáció órán egyszer csak így feltette a kezét, és megkérdezte, hogy Oké, okay, de mi van a meleg szexel? És így tényleg, hogyha, hogyha, van is felvilágosító óra, akkor senki se beszél arról, hogy, hogy nem csak gyerekcsinálás céljából szexelünk, és ne adj Isten azonos nem is szexelnek egymással, és ez ilyen teljesen természetes kérdés. Igen. Szóval annyira, annyira, annyira magától értetődően, és annyira természetesen teszi fel azokat a kérdéseket, amiket amúgy fel kéne tenni. Tehát az, hogy hogy úgy beszél olyanokról, amit most így tele meg, hogy mennyire nagyon píszi ez a, a, a beleegyezés, meg, meg nem tudom, meg a fétisek, meg, a, meg az LMBTQ, meg minden, és annyira, annyira természetesen áramlik a sorozatból, hogy én ezt imádom igazán. Igen, tehát, hogy uh, ilyen stigmák nélkül, uh, vagy nem is inkább uh, anél... Hogy is mondjam, gátlások nélkül öf, beszél mindenről, és ez a gátlások nélkül beszél mindenről, ez Magyarországra egyáltalán nem jellemző, egyébként, és az, hogy az, hogy a, hogy magát a a szexualitást beszélik ki nyíltan, az meg az meg, meg külön külön csodálatos, hogy nem tudom, hogy megvan e ez bennetek ez a, nem vagyok egyedül a problémámmal érzés, de a, én az utóbbi időben jöttem rá a, főleg ezzel a pánikbetegséggel kapcsolatban, hogy mennyit tud az segíteni, hogyha, hogyha meg vagy róla győződve, hogy nem vagy egyedül egy problémával. Úgyhogy ö, én csak, csak ajánlani tudom, és ö, innen is köszi, Júlcsi, hogy rávettél, mert így magamtól szerintem nem ültem volna ne. És egy másik, akkor egy shameless plug, egyébként van a pár egy epizódunk, ami így a, <síns> a shameless a... plug you <laughs> szexedukációról szól, mert ugye Barbie jár is iskolákba, és, 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 fiatalokhoz is, már mint hogy nem amit mi nevezünk fiataloknak, hanem ami tényleg ami nem fiatal, tudom, fiatal. vagy ilyesmi, mert ott is már vannak nagyon fontos dolgok, az, hogy, az, hogy a másikat megöleled, a másik szeretné azt, meg stb. 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 Tehát, hogy azt a, azt a a podcast részt hallgassátok meg, hogyha bővebben érdekel benneteket ez a téma. Nagyon jó ez a podcast, mindenkinek csak ajánlani tudom, és dübörög mi fog a harmadik évada is, ma vesszük fel az első rész. Bizonyám. A, tényleg érdemes egyébként, mert tényleg fantasztikus dolgokról beszélnek. A, van benne egy epizód, amiben egyébként én is benne vagyok, és a szorongásról, és a pánikrohamokról, meg a pánikbetegségről beszélgetek a lányokkal. És szerintem egy tök érdekes epizód lett, meg volt még egy csomó, ami, ami nagyon jó. Én nagyon szeretem az imis epizódotokat, az nagyon mókás lett. Úgyhogy ö, tényleg fontos témák és fontos kérdések kerülnek elő, amiket amiket kibeszélnek. Úgyhogy Párna Csata Podcast, ö, be is fogom nektek ide linkelni. Párna oh, Csata tiszti. Podcast. De megtaláljátok bármi podcast hallgató abban, meg Spotify-on, a, meg... A, én a, a, az Anchor-t szoktam. Meg. Ott én van bent a link, ha van kedvetek, akkor hallgassatok bele, és ha tetszik, akkor meg akkor meg hallgassátok, mert tényleg nagyon jó. Redesül az én csodálatos barátaim csinálják, illetve a csodálatos feleségem. Úgyhogy van egy kis elfogultság a hangomban. Én vagyok a barátaim. Te vagy, Olyan a, jó. Te vagy a barátaim. Most már így. Imi podcastja is zseniális. Igen, én nagyon szeretem, nagyon szeretem az Unlimited-et. Nagyon jók voltak. Az új részt láttátok? A BZ kérdezi Imit. Tehát, hogy így helyet cseréltek. No, nagyon nem, nagyon, meg nézni, nagyon vicces. Nézne kurva jó. Tegnap arra takarítottam. Amikor az interviewerben lesz az interviewi. Vagy... Nagyon fasza lett. Elbeszélgettük az időt, Vikiként 11 óra van. Úgyhogy uh, a, most jelzett ilyen, a gyomrom. Egy fontos kérdésem van. És pedig. Bundás kenyeret, vagy avokádós tósztot csináljak? A bundás kenyeret. avokádós csak a hipsterek. Hmm. Akkor te azt fogsz? A nem. Én szendvicset fogok enni. Egy nagyon-nagyon jó szendvicset fogok enni. Hú, de még mennyire jó szendvicset fogok enni, mert van itthon wasabi paszta, úgyhogy csinálok wasabi majonézt, és az lesz az alapja. Ú, és van itthon paprikás szalámi. Lesütöm a paprikás szalámit, rásütök tojást, Sajt, avok vassabis majonéz, saláta, paradicsom. Átviszed a konyhába a kamarát? Folytatod főző streammel folytatom főzés streammel. Nagyon nehéz, át, nagyon nehéz átpakolni. De ez lesz a szendvicsem, és ebből most már nem adok, nem adok lejjebb. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ti csodálatos-csodálatos emberek. Akkora boldogsággal tölt el engem az, hogy a reggeli közös kis kávézásaink ennyi embert érdekelnek, és hogy azt látom, hogy jól érzitek magatokat, és Viki Kém, én nagyon szeretek veled mindent csinálni, a reggeli beszélgetés pedig a, a top, top háromban van, amit nagyon szeretek veled csinálni. Ó, köszönöm, de ne hívd Viki Kémnek, légy szíves. Viki Kémnek Most már mindegy. apukám hív. Eee, yeah. korban már lassan. Lassan ott vagyok, hogy az én Viki Kémnek, az én Viki bármit az én kicsi kincsemnek. Akkor uh, holnap reggel is, hogyha hívsz, akkor jövök. Komolyan? Ez Komolyan. nagyon aranyos tőled. mindig csak így rákattintottam, hogy megy, és akkor gondoltam, most már szólok, hogyha valamikor hívsz, akkor szívesen Nem akarok izé lenni, nem akarok uh, bőrdön lenni rajtad, hogy, uh, yeah, Hunter. Nem akarok uh, bőrdön lenni, hogy... Uh, bocsánat, meg illené mit ottalak. Hát hagyjuk is. ottalak, ne haragudj. <laughs> Azt kérdeztem, hogy ez minden reggel van most már. Ez minden reggel van, kivéve, kivéve vasárnap, és nagyon úgy néz ki, hogy még egy napot muszáj leszek kihagyni majd, amikor is úszni megyek reggel. Úgyhogy, de aztán majd még megnézem azt, hogy lehet-e úgy úszni, hogy, hogy mondjuk délután, vagy délelőtt megyek úszni, meg meg kell nézni, hogy, hogy mikor vannak kevesebben. Ennyi. Jó. Viszont okay. uh, most uh, megnézzük, hogy kit Uh, Kitrédeljünk be. A uh, Általában azt szoktam, hogy én ezt teljes egészében rábízom az emberekre. A választási uh -huh. lehetőségeink a következők: Sirius az az egyes, Imi a kettes, Yee Hunter a hármas, vagy egy random kicsi streamert keressünk, akinek így bearanyozzuk a napját azzal, hogy berédeljük. Ugye beírhatjátok a nevet is, illetve beírhatjátok azt is, hogy 1, 2, 3, illetve beírhatjátok 1, 2, 3, 4, illetve beírhatjátok azt is, hogy A, B, C, D, és nagyjából igazából ennyi az, amit, ennyi az, amit tudtok írni. Valahol meg tudom nézni. Mi vezet? A... Ó, most már a random kicsi streamer vezet. Mindenki ugye egyetlen egyszer szavazhat, úgyhogy uh, egyre egyetlen egyszer szavazhat. Tehát, hogy a rárakhatsz szavazatot egy másikra is, de hogy uh, többször nem szavazhatsz ugyanarra. Tehát, hogy a spam az majdnem, hogy felesleges. Most úgy állunk, hogy a random kicsi streamer vezet, de jön fel mi, nagyon jön fel 23-on van Imi, 25-ön a random kicsi streamer. A, azt még nem találtam meg, hogy hogy hogyan fogok tudni a uh, timert adni ennek. Imi belefér, a random kicsi streamer kategóriába? <laughs> Imit én nagyon szeretem. Dragon azik Imi. Dragon bólozik? vannak nála? küldjük oda a népet. Én újra szavazok, én visszavon. Minusz négy, plusz kettő. Van ilyen? Szerintem nincs, de beírtam a csetbe. De cset beírtad, át. nagyon jó. Imi 27. Márás Piti 2, 2, 2, 2. Adjak egy esélyt a Dragon Ballnak. Jó, ha Imi kiegyenlít, Igen. akkor, akkor Imit fogjuk rédelni. Ezt megígérhetem egy szavazat. Egy apró pici. Jó, Imi kiegyenlít. Ó, oh, ha, ho, ha, ho. Jól van, jól van, jól van. Ott is van. Tehát, hogy ez a, ez a jófajta, fajta demokrácia. Ez a... Szavazzuk meg, hogy ki irányítsa ezt az országot. És akkor, jó, de akkor szavazzunk még. Még, még nem jó. Várjál. Na, az ne rovje. Gyere, már Csak egy, csak egy aláírás, meg egy X. Gyere, Kerepá. és akkor És akkor hirtelen eljutunk odáig, hogy az irányítja az országot, akit akartuk. Tehát, hogy ez egy nagyon jó... Nem mondjuk nem vettem szavazatokat, úgyhogy nem feltétlenül hű reprezentációja ez annak, ami hon történik. De ebbe ne is menjünk bele, olyan vidám volt ez a beszélgetés eddig. Na, drágáim, imit fogjuk rédelni, úgyhogy el is indulunk. Legyetek kedvesek, és csatlakozzatok... Ehhez a kezdeményezéshez, és adjátok át Imi-nek az üdvözletemet és az összes szeretetet, ami a lelketekben lakozik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. megint lennéjtottalak. Kösz! Pocs! Ez direkt csinálod? Nem, csak az M betűre van rakva a kurva mute, mert a játékhoz oda kellett rakni, mert az, a balegér gombomra mást raktam. Úgyhogy teljesen Aha. fogyatékos vagyok. Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, tényleg nagyon jó volt veletek ez a reggel is. Holnap reggel újra találkozunk, illetve ma délután társas játék, úgyhogy várunk titeket szeretettel. Emlékeztesétek erre imit is természetesen. Ticket, see a stock. See Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that.